amit kicsit úgy megpróbálhatnánk jobban beépíteni az életünkbe, az maga ez az életszeretet, amit így a mai időseknél így én például észrevettem. Például saját nagymamámat tudnám erre példaként felhozni. Ő is már azért eléggé idős, és akárhányszor meglátogatjuk őket, ő mindig kint dolgozik a kertben, nagyapám is mindig csinál valamit a ház körül, és mindig elmondja, hogy ő tisztában van azzal, hogy öreg, ő tisztában van azzal, hogy már nem képes úgy mozogni és olyan dolgokat csinálni, mint évekkel ezelőtt, de mégis csinálja, amit tud, ahogy tud, mert egyszerűen szereti, és úgy van vele, hogy én addig vagyok hálás az életnek, amíg fel tudok kelni az ágyból. Alulról indultak, és onnan építettek fel valamit. Tehát a kitartás és a kemény munka szerintem az egy nagyon fontos érték, ami náluk megvolt. Valószínűleg mi már sokkal türelmetlenebb generáció vagyunk, és hamarabb várjuk az eredményeket, de szerintem ebben sokat tanulhatunk tőlük. Tulajdonképpen hát ez úgy hat rám, hogy 18 éves vagyok, de konkrétan már majdnem, hogy teljesen önálló életmódot folytatok. Tehát nagyon kevés olyan dolog van, meg olyan helyzet van, amikor 100%-osan a szüleimre támaszkodom. Általában mindig megpróbálom megoldani a dolgokat egymagam, annak ellenére is, hogyha az adott helyzetbe képtelen lennék rá. És ez az, ami úgy kihat rám tulajdonképpen, hogy a nagyszüleim is, de itt már megvan úgymond a kor, mint egy adott, tényező, ami nagyban befolyásolja az életüket, de ők ennek ellenére is mennek és csinálják a dolgokat, mert őket nem érdekli az, hogy öregek, hanem őket csak az érdekli, hogy legyenek boldogak, és hogy csinálják azt, amit szeretnek, és hogy mozogjanak, hogy legyen teljes az életük. Nem mondom, hogy minden nap lelkesek és minden nap vidámak, de mindig tudták, hogy mi a kötelességük, hogy mit várnak el, hogy mit kell tenni a siker érdekében. Mondhatom, hogy mindennyiukban volt ambíció e felé, és lelkiismeretesen végeztek munkát mindig, és ez nagyon különleges számomra, vagy példamutató. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.